When you first attack, when you attack, you must roll the 1d20. It will have a number. You will tell me that number. I will see if it hits or not hit. Szorgosan tanulnak a gyerekek a nyári táborban. Furcsának tűnhet, hiszen általában nem ez a jellemző, de az immáron 20. alkalommal a Nyitott Világalapítvány által megszervezett nyári nyelvtáborban ez így működik. 18 éven keresztül Faddomboriba tartották, de az utóbbi 2 évben Vajtán a Zicsi kastélyban találtak otthonra a táborozók. A járványhelyzet miatt kétséges volt, hogy megszervezhetik-e a 20. tábort, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett. Sok izgalom volt most, mert ugye hát tudjuk, hogy március közepén leállt az élet nagyjából mindenhol. Akkor már voltak jelentkezőink, és hát akkor egyszerűen pihentettük a dolgot, nem lehetett tudni, hogy hogy fog tovább menni. Gyakorlatilag 2,5 hónapig vártunk, mint ahogy mindenki várt mindenre, mert senki nem tudta, hogy hogy alakul. És akkor júniusban tudtuk meg, hogy egyáltalán lehet szervezni, rendezni, és akkor nagyon gyorsan kellett csinálni. Na most nyilván ez egy nagy feladat. 2 dolog volt, amire úgy figyelnem kellett. Az egyik, hogy tudok-e gyerekeket, diákokat, igazából hát 3 hét alatt találni, akik megtöltik a tábort, mert ugye már ez a 20. alkalmunk, és mindig telt házzal dolgozunk, és sikerült mindenféle különösebb nagy hirdetés és reklám nélkül, és én ennek nagyon-nagyon örülök, tehát ez valahol visszaigazolja azt, hogy ez úgy elterjedt, és az emberek szeretik. A másik nagy feladatom pedig az volt, hogy tudom pótolni azokat az anyanyelvű tanárainkat, akik ugye a magját jelentik ennek a tábornak, és a nagy értékét, akik külföldön vannak, hiszen nem lehetett bejönni, és nem is szabad. Úgyhogy most 3 tanárunk külföldön maradt, 1 Indiában, 2 Németországban, és igazából néhány hét alatt sikerült kapcsolatainknak köszönhetően anyanyelvűeket találni, akik az országban vannak, itt Magyarországon, és így mindenki megnyugodott, szülők is, mindenki, hogy semmi baj nem lehet. Türelemmel kivárták azt, hogy mi mit tudunk tenni. Nyilván nagyon sokan lemondtak mindent máshol. Mi kivártunk, és nagy örömünkre szolgál, hogy ugyanolyan jó feltételek mellett tudunk most is dolgozni, mint tavaly. A tavalyi volt az első, hogy itt vagyunk, ugye 18 év Dombori után, és most már igazából egy kicsit hazajöttünk. Ügyelünk arra, hogy a távolságtartás biztosított legyen. Itt rengeteg a hely, tehát egyszer ez nem egy olyan nehéz feladat. A szobákban úgy helyeztem el a gyerekeket, hogy lazán, szellősen, tehát hogy legyen bőven helyük, ez az egyik. A másik, a tisztálkodásra lehetőségünk van. A tantermeink hatalmasak, nagyok, tehát szükség esetén szét tudunk ülni, külön tudunk ülni, és ahogy említettem, a tanárokat kizárólag Magyarországról hoztuk, az anyanyelvűeket is mind. Die deutsche Sprache eine sehr, sehr schwere Sprache ist. Sandra Nikolai, német anyanyelvű tanár, most van itt először. Elmondta, hogy nagyon nagy élmény neki ez a tábor, és hogy csodálja a gyerekek egész napos kitartását és lelkesedését. Hogy az esti órákig képesek nagy energiákat befektetni és örömmel tanulni. Örül neki, hogy a fiatalok ilyen komolyan veszik a nyelvtanulást, és reméli, hogy jövőre is részese lehet ennek a remek tábornak. Örülök, hogy megint tudtuk ugyanazt a létszámot biztosítani, én ezt így látnám, mint amit korábban is, mivel a nyelvoktatás úgyis kis csoportban történik, és ez a kis csoport, ahogy éppen most említette, tényleg egy ilyen 8-9 főt jelent, tehát mi ehhez tartottuk magunkat, de ez eddig is nálunk így volt, mert ez a szakmai színvonalhoz nagyon fontos, hogy ne menjünk sokkal fölé. Minden nyelvből 4 tudásszint alapján tudjuk a diákokat besorolni, és ez a 4 tudásszint ez azt jelenti, hogy kezdőkkel soha nem foglalkozunk, tehát már egyfajta tudásanyag szükséges ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni velük dolgozni. Ők a legfiatalabbak, és a legidősebbek pedig olyanok, a legtöbb tudásúak, akiknek már van egy középfokú nyelvvizsgájuk. Vagy ott vannak karnyújtásnyira tőle, hát őfelük igazából a felsőfok fele haladunk, és ez minden évben így van, és ez jellemző németre és angolra is. Örömünkre szolgál az, hogy sok diák jön, akik már fiatalok. Tehát én például ezt nagyra értékelem. A szüleik, meg ők is azt látják már, hogy ezt időben el kell kezdeni, mert nálunk igazából az a cél, hogy 2 darab nyelvvizsgát csináljanak, de ha lehet, akkor
az egyik az felsőfokú legyen, de a két középfokra is nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és az nagyon sok munkát jelent, de ehhez idő is kell nyilván. És én azt gondolom, hogy ezt szeretném kiemelni, hogy ezek a diákok tudják azt, hogy ezt időben el kell kezdeni általános iskola végén már, és örömmel látom, hogy jöttek sokan. És visszatérők. Vannak olyanok, akik már többetszer jönnek ide, és nagy-nagy baráti társaságok alakulnak ki. Tehát ez is például nekem a tanításon kívül egy hatalmas élmény, hogy látom, hogy örülnek egymásnak, kérik, hogy egy szobába kerüljenek. Tehát ez a tábor most már 20. alkalommal túlmutat azon, hogy nyelvet oktatunk. A 3. éve vagyok itt a táborban, ugye az első 2 évet a német részén, és most pedig angolra jöttem idén. Ugye tavaly év augusztusában sikerült egy sikeres német középfokú nyelvvizsgát tennem. Ugye a tábor után mentem közvetlenül nyelvvizsgázni, ami abszolút egy nagy lökést adott nekem. És az alapítvány és a tábor kapcsán abszolút jó tapasztalataim vannak. A tanárok nagyon jók, a társaság is mindent megér, illetve az ember úgy érzem, hogy belekerül egy abszolút ösztönző közegbe, és ezáltal ugye én is azt kaptam, hogy a német nyelv után egyből bele tudtam kezdeni az angolba ugye az évközi tanfolyamon keresztül, amit ugye heti 2 alkalommal tart Rábocki Szilvia tanárnő, és idén pedig az a terv, hogy még az érettségi előtt egy sikeres angol középfogú nyelvvizsgát letegyek. Meghallja valaki, hogy nyáron naponta 4-szer másfél órát, 6 napon keresztül foglalkozunk idegen nyelvvel, akkor konkrétan azt képzel, hogy az az ember, aki eljön, de ez nem normális. Én úgy gondolom, hogy a tapasztalataim is nagyon jók, illetve aki szeretne ebbe a közegbe bekerülni, egy abszolút ösztönző és segítő, jó tapasztalatokkal rendelkező tanárokkal tanulni, annak abszolút ajánlom. Nem mondom, hogy nem kihívás a tanulás, de közben annyi segítséget kapok hozzá, hogy nem érzem nehéznek. Kicsit olyan, mintha hiányozna a biztosító kötél, hogy legrosszabb esetben nem tudok megszólalni magyarul, de közben egy magyar anyanyelvű tanárnál kevésbé erőltetném a nyelvhasználatot, hogyha beszélnem kéne vele, és sokkal jobban menekülnék a magyar nyelvhez vissza. Tehát sokkal jobban rákényszerít a nyelvhasználatra így, hogy nem tudok megszólalni magyarul. Viszont a tanárok nagyon kedvesek, és nagyon jól el tudják magyarázni más szavakkal, hogyha nem értek valamit, és nagyon mindenki egyből elmondta, hogy kérdezzünk, és nyugodtan, és nem kell szégyellősködni. Amint vége van a tábornak, és adódik alkalom, jelentkezni fogok majd nyelvvizsgázni, és leteszem a középfokút az érettségihez, mert nem sokára érettségiznem kell. A önkormányzata a kezdetektől, tehát 20 év óta segíti ezt a munkát, és erre is büszkék vagyunk, nagyon örülünk neki. Tehát őrájuk mindig számíthatunk, szülőkre számíthatunk, akik 1%-kal meg egyébekkel tudják az alapítványunkat támogatni. Valójában, ugye hát itt látszik, ez egy olyan csodálatos helyszín, tehát nekünk ezt bérelnünk kell, ez nem annyira olcsó. És az alapítványunk pedig ehhez az egészhez azt teszi hozzá, hogy magát a nyelvoktatást és azt a színvonalat, amit itt nálunk például az anyanyelvű tanárok képviselnek, azt nagyon-nagyon olcsón kínálja a diákoknak. Először azt gondoltam, hogy borzasztó lesz, hogy ezt nem tudom megszervezni, és akkor ahogy úgy néztem, hogy ez az élet milyen, hát nem éltünk még ilyet soha senkit. Így megbarátkoztam a gondolattal, hogy ezt ugye nem mi rendeztük magunknak ezt a helyzetet, tehát akkor ilyenkor szépen alázattal ezt így el kell fogadni, és akkor nem lesz az idén tábor, majd lesz jövőre. És akkor fordult a kocka, és júniusban mégiscsak megtudtuk, hogy megrendezhetjük, és most boldog vagyok, hogy itt vagyunk.